A vármegye gazdaságának fejlődését és a területi hátrányok csökkentését tűzte ki célul a vármegyei önkormányzat és a kormányhivatal közös EU-s forrásból megvalósuló projektje. Az önkormányzat a gazdaságfejlesztési részre, míg a kormányhivatal a foglalkoztatási oldalért felel a projektben. Utóbbihoz tartoznak a bér- és mobilitási és vállalkozásfejlesztési támogatások is. Hogy ezek milyen elosztásban lesznek elérhetők a jövőben, arról szerveztek most programot a Vármegyeházán. Konkrétan ez a workshop, ez azt mutatja be a vállalkozók részére, hogy Fejér Vármegyében jelenleg milyen pénzügyi eszközök, illetve milyen szolgáltatások állnak rendelkezésre, gazdaságfejlesztés, foglalkoztatás, ösztönzés, illetve vállalkozásfejlesztési oldalon, ugye itt a kormányhivatal, illetve a város mutatja be most a saját programjait, eszközeit. Azt szeretnénk, hogyha ez vármegyei szinten egy ilyen egy ablakos rendszerbe látható lenne. Mindez egy önálló honlapot is létrehoztak. Ide kerül majd minden anyag, ami a gazdaságfejlesztési és foglalkoztatási projekttel kapcsolatos. Most még a beszerzések valósulnak meg, úgyhogy ez egy későbbi időpontban jön létre, és ide szeretnénk az összes szakmai anyagot, a tevékenységnek az összes dokumentumát felhelyezni, úgyhogy a későbbiekben ez természetesen mindenki számára elérhetővé válik. Gyurkó Dániel Tamás hozzátette, a vállalkozások a projekttel csak nyerhetnek, hiszen egy helyen találnak majd minden információt. Ugyanakkor a projekt segíti a fiatalok helyben tartását is. További célként tűzték ki, hogy összhangba hozzák a szakképzéseket a hosszú távú vállalati munkaerő igényekkel.